viharra várva. Ha a tetőfelújítás mellett döntünk, érdemes jó minőségű tetőfedőanyagot és jó szakembert választani. Szellőztetés technika. A fű a kertünkben rövid időn belül meghálálja a gyep szellőztetésre fordított időt. Engedélyezési eljárás. A tervek elkészítése és beadása előtt kezdjünk egyeztetni az építési hatósággal és a főépítésszel. Kővel töltött box. A Gabion technológia ismét népszerű lett a családi házaknál és közületeknél egyaránt. Köszöntöm építkezési magazinunk nézőit! Az utóbbi hetekben jócskán kijutott az extrém időjárási helyzetekből az ország lakosságának. Az írott és elektronikus sajtó tele volt a károkról szóló hírekkel, információkkal. Láthattunk kidőlt fákat, ledöntött tűzfalakat és kéményeket, valamint sok megrongált tetőt. A több mint 100 km-es sebességgel vágtató viharnak csak a jó minőségű és korrekten kivitelezett tetőszerkezetek állnak ellen. Éppen emiatt döntött úgy a Balaton mellett élő Kövecses család, hogy elérkezett az ideje házuk tetőfedőanyagának lecserélésére. És hogy vajon milyen anyag mellett döntöttek, természetesen megmutatjuk. A magyarországi tetőállomány egy jelentős része szakértők szerint elavultnak mondható, egyes adatok szerint a háromnegyed részük azonnali felújításra szorulna. Mivel a tető nem csak fedi otthonunkat, de védi is az időjárás viszontagságaitól, elsősorban az esőtől és a széltől, minőségi problémái az egész épület állagára kihatással vannak. Kezdetben csak beázások jelezhetik a gondokat, azonban egy idő után arra is fel kell készülnie a tulajdonosnak, hogy egy komolyabb vihar akár az egész tetőt tönkreteheti. Ezt semmiképpen nem érdemes megvárni, jobb, ha időben lépünk és belefogunk a felújításba vagy a teljes cserébe. Így döntött a filmünkben szereplő Kövecses család is, az okokat pedig Katalin asszony mondta el stábunknak. A szél most már felszette azok, ami rajta volt, azt a lemezeket. Voltak olyan részek, ahol már beáztunk, illetve elindult a felszakadása, a lefogatása ezeknek a részeknek. Meg csúnya is volt már, itt elég sűrűn van vihar a Balatonnál, sőt jégeső is, és állandóan északról fúj a szél, ami igencsak ezt a tetőt mozgatja, illetve tönkreteszi. A döntést követően Katalin egy kivitelező szakemberhez fordult segítségért, és együtt keresték fel az egyik építőanyagkereskedő telephelyét. A hatalmas kínálat ellenére a döntés viszonylag hamar megszületett, így Kövecsesék egy ismert gyártó kerámia cserepe mellett tették le voksukat. Ez egy szép cserép, van egy magas pereme, vízvetőfalca, főső perem, ettől lehet alacsony hajlásszögű, dupla vízvetőfalc fölül. És akkor ezt el is bírja a tetőnk? Ezt elbírja a tető. A vásárlást követően kezdődhetett is a felújítás. A bontás megkezdése után nyilvánvalóvá vált, hogy jó döntés volt a felújítás megkezdése, a régi tetőfedőanyag már nem húzta volna sokáig. A család a tetőfedő javaslatára úgy döntött, hogy megtartják az eredeti szarufákat, és csak a tetőréceket cserélik le, a vásárolt cserépnek megfelelő méretezésűre. Mivel a választott cserép nagy léctávolság alkalmazását teszi lehetővé, a tetőléc igény is kedvezőbb más termékekhez viszonyítva. Ez természetesen a kivitelező munkadíját is érinti, a költségek emiatt is csökkennek. Természetesen új tetőfóliát is kapott a ház, és a csatornák felszerelése, valamint az oromdeszkák elhelyezése után kezdődhetett az új cserép felrakása a tetőre. A kivitelező szempontjából számos előnye van ennek a cserépnek, hiszen 8,5 darab per négyzetméteres szükségletről beszélünk, azon nagyon haladós a tetőfedés, alacsony a súlya, nulla a vízfelvétele, és nagyon széles tetőszög hajlásszögben használható, hiszen 10 foktól 90 fokig ez a cserép könnyedén felhelyezhető.
A választott cserép alacsony tömegéből az is adódik, hogy a tetőfedőknek lényegesen kevesebb súlyt kell megemelniük egy-egy építés alkalmával. A speciális szegélycserép alkalmazása rendkívül szép és stabil átmenetet biztosít az oromdeszkák és a cserepek között. Felújításnál lehetőleg pedig olyan cserepet kell alkalmazni, amelyik változtatható léctávolságot ad, ugye még 2,5 cm-es légtávolság változtatást enged, ezáltal nem okoz problémát, hogy az eresznél és a gerincnél egész cserepeket építsünk be. Az engóbozás külön előnyt jelent neki, mert gátolja a szennyeződések lerakódását, és egy nagyon esztétikus felületet alakít ki. Most, hogy a cserép fele már fönn van, kezdem látni, hogy milyen lesz valójában a tetőm, és sokkal jobban tetszik, mint amilyen ott a tüzépen láttam. Kövecseség házán egy újfajta kúpcserép rögzítési módszert is alkalmaztak. A First Fix rendszer esetén a cserepek a tetőléchez vannak rögzítve egy kúpkapocs és egy húzal segítségével. A kúpcserépsor lezárására pedig egy tetszetős tarészellőző segítségével van lehetőség, mely maximális vízbiztonságot és tökéletes kiszellőzést biztosít. Egy hét alatt teljesen megváltozott a Kövecses család háza. Az új tető nem csak esztétikailag módosított jelentősen az épületen, de megszűntek az eddigi beázási problémák is. Katalin asszony az egész család véleményét tolmácsolta a megújult épület mellett. Nagyon szép lett a tető, hál' Istennek gyorsabban elkészült, mint ahogy gondoltam. Megszűnt a beázás is, volt azóta egy nagy vihar és egy eső, ami jéggel is társult. Nem kopogott, nem volt hangos, és megszűnt ez a recsegés-ropogás is, ami a faházunknál volt. Ami ott elkészült, azóta nagyon sok rokonunk, barátunk, ismerősünk eljött erre, és megnézte, hogy milyen lett az új tető. Mindenki csak dicsérte, sokkal szebb lett, mint amilyen volt, esztétikailag nagyon sokat dobott rajta. Önök is hallották már ezt a szót, gyepszellőztetés? És úri huncutságnak gondolták? Nos, bizton mondhatom, tévedtek. Az Európa nyugati felében már régóta elterjedt technológiával gépi vagy kézi úton tisztíthatjuk meg a mohától és az elhalt növényi részektől a kertünkben lévő gyepszőnyeget. Kiskertekhez kézi, nagyobb területekhez gépi gyepszellőztetőt érdemes venni. Természetesen a szellőztetéssel nem ér véget a gyep felújítása. Érdemes felülvetnünk a hiányos részeket, majd a fű kikelése után gyeptrágyával behinteni a pázsitot. Higgyék el, az eredmény nem fog elmaradni. Kertészeti rovatunk szakértője, a Wolfgarten termékek gyártója, az MTD Hungária Kft. A tavasz beköszöntével új élet költözik a kertekbe, kinyílnak a virágok, kizöldülnek a fák, és a növények megkezdik a tél elejéig tartó aktív fázisukat. Ám hiába szép kertünk minden szeglete, hiába pompáznak virágaink, bokraink, ha a fű állapota kívánivalókat hagy maga után. A hiányos, mohás pázsit sajnos elrontja az összképet, pedig kis utánajárással és minimális munkával magunk is gyönyörű gyepszőnyeget varázsolhatunk a tavaszi kertbe. A varázsszó a gyepszellőztetés. Az elmúlt 5 évben került előtérbe Magyarországon, és ezt kint Európában nagyon régóta használják, nagyon fontos kelléke dolognak. Lássuk azt, hogyha valaki bemegy a kertjébe, és csak azt látja, hogy egy gyönyörű szép mohás területet, viszont utána azt látja, hogy ki van égve a területe, ez pont ebből adódik, mert nem tud belejutni a tápanyag, és a víz megfelelően a földbe. Ez egy gyepszellőztető gép. Nagyon fontos, nem csak füvet kell nyírni, hanem gyepet is kell szellőztetni. Ilyenkor azt is szoktuk mondani, hogy mohátlanítunk. Tehát a felső réteget levegőztetjük azért, hogy bele tudjon menni az eső, és bele tudjon menni a tápanyag a földbe, hogy még szebb és még gyönyörűbb füvet kaphassunk.
különböző minőségű és mennyiségű területekre használjuk, a kisebb területekre főleg elektromos gépeket tudunk ajánlani, úgy a gyepszellőztetőbe, illetve nagyobb területekre egyértelműen pedig a motoros kivitelbe, illetve vannak a traktorok után köthető eszközök. Van egy forgókés, egy nagyon gyorsan forgókés, ami szabály szerint elvágja a gyökereket, illetve a fölösleges füvet kiszedi belőle. Lehet állítani a magát a vágás magasságot, és az a lényege, hogy szó szerint egy bizonyos mélység belevág, ez általában olyan 2 mm-től 1 cm-ig terjed, elvágja az elhalt füvet, a gyökeret, és nem engedi torzsásodni az egészet. Meg tudom mutatni a késeket, érdemes megnézni, hogy miről is beszéltünk. Természetesen nagyon kisméretű kerteknél nem érdemes gépi szellőztetést alkalmazni, de megoldás itt is van. Van nekünk olyan kézi eszközünk, ami nem motoros, nem elektromos, hanem kézzel egy karon keresztül, egy tolókaron keresztül meg tudjuk oldani a gépszellőztetést. Itt tudunk biztosítani egy multisztáros megoldást, klik-klak megoldással, tehát egyszerűen kezelhetővé válik. A nyíl nagyon sok minden más eszköz használatára, akár ásókhoz, akár gerebékhez, akár pedig kapákhoz is csatlakozhatatok. Feri, hogyha megnézzük, akkor itt láthatunk a fűcsomókon kívül rengeteg mohát és egyebet. Gondolom ez az egyik lényege a gyepszellőztetésnek. Így van, ez a cél, amit látsz valójában, hogy eltüntessük azt a fölösleges anyagot, ami gátolja azt, hogy egy gyönyörű szép gyepünk legyen. A gépi vagy kézi szellőztetés után az összegyűjtött növényi részeket a komposztálóba tehetjük, majd folytathatjuk a fű felfrissítését. Gyepszellőztetéssel jelentős mennyiségű gyepet, illetve mohát szabadítottunk föl. Ezeknek a pótlását valamilyen fűmaggal érdemes megoldani, ergo így fel is frissítjük igazából a területet. Ehhez jelenleg 5 féle fűmagot tudunk javasolni, illetve 2 különböző gyeptrágyát. Alapvetően a fűmag választás egy bizalmi kérdés. A vásárlónak el kell azt hinnie, hogy a fűmag, amit választott, azért drágább, mert egy magasabb minőséget képvisel, és általában ez így is szokott lenni. A gyepszellőztetés után érdemes, tehát akkor újravetni, ahogy beszéltük, és utána ezen a területen megvárni, amíg kb. 10 cm-es lesz az új fű, és utána kell maximum egy harmadig visszanyírni a területet. Természetesen nem csak ott kell trágyázni, ahol gyepszellőztettünk, illetve újravetettünk, hanem időnként a meglévő évfelületet, a gyepfelületet is kell trágyázni, erre hosszú hatású gyeptrágyák állnak rendelkezésre a Wolfgartennél. Az így elvégzett gyepszellőztetés, műtrágyázás és felülvetés már az első eső után jelentős változást hoz kertünkben. Néhány napon belül sokkal zöldebb és dúsabb lesz a gyep, amelyet az év további részében már csak nyírnunk kell. Erről sorozatunk következő részében láthatnak majd hasznos tudnivalókat. Kertészeti rovatunk szakértője a Wolfgarten termékek gyártója, az MTD Hungária Kft. Van olyan ismerősük, aki nemrég építkezett? Esetleg önök fogtak bele új házépítésébe? Akkor bizonyára önöknek is vannak a tervezéssel és az engedélyezési eljárással kapcsolatos horror történeteik. Pedig nem kellene, hogy így legyen. Megfelelő előkészületekkel és időben történő konzultációkkal elkerülhető a hajhullás és az idegbaj. Ahhoz azonban, hogy ne a terv beadásakor derüljön ki, a vágyott ház nem építhető meg az adott telekre, az építtető, a tervező, a műszaki vezető és az engedélyező hatóság folyamatos egyeztetése szükséges. Ahhoz, hogy idáig eljussunk, vagyis már látszódjék, miként is fog kinézni leendő otthonunk, hosszú utat kell bejárni. Ha elképzeléseink már vannak, először egy jó tervezőt kell találnunk. Az engedélyezési tervet ugyanis az építetővel közösen az építész munkálja ki. Az sem hátrány, ha már a telek kiválasztásában is szakember segítségét kérjük.
Hát általában határozott elképzelésekkel jönnek már, tehát vagy listán, vagy kockáspapíron megszerkeztve, kész háztervekkel jönnek, és itt kell majd szembesíteni őket azzal, hogy az előírásokat is, szakmai követelményeket, esztétikai követelményeket, hogyan lehet az ő elképzelésével egyeztetni. Magyar János azt mondja, hosszú évek tapasztalatai azt mutatják, legalább 1000 olyan kérdés van, amit fel kell tenni a megrendelőnek a tervezés során. Bár valóban sokan előre megrajzolják, milyen házat szeretnének, gyakran derül ki később, nemhogy a szabályozással, de a saját igényeikkel sincsenek tisztában. Tudni kell az egyes családtagok szokásait, életviteli vagy fiziológiai problémáit, ennek is meg kell felelni. Ha valamelyik gyerek zenét tanul, és azt akarjuk, hogy ne zavarja a többi családtagot esetleg egy dob vagy egy kürt kurzussal, akkor annak is meg kell teremteni a feltételeit. Tehát a család úgy érjen, hogy tagok egymást ne zavarják, és ugyanakkor legyen meg a harmonikus együttlétnek is a tere. Ez egy komplex feladat, és ezt egyedül az építtető nem tudja megoldani, ehhez kell a szakember, az építés segítsége. A tervező dolga, hogy felvegye a kapcsolatot a hatósággal. A Városépítészeti Irodán derül az ki, hogy engedélyköteles-e az építkezés vagy sem, és ha igen, milyen szabályok vonatkoznak az adott területre. Ha az építész megvan, akkor ugye van egy telek, van egy ingatlan, ahova az építkezés majd megkezdődik, ahol, és nyilván van egy program is, hogy akkor mit szeretne az építető megvalósítani, hogyha ez összeáll, és az építész minden kezdő paramétert megkap, akkor megkeres minket adott esetben, és tájékozódik arról, hogy az országos, illetve a helyi jogszabályok mit tesznek lehetővé az adott ingatlanon. Építési övezetünk vannak a városban, egy családi házat nem lehet fölépíteni mondjuk egy ipari-gazdasági övezetben, vice versa, egy üzemi csarnokot nem telepíthetek egy lakóövezetbe. Igen, fel van osztva a település, külterület, belterület, és akkor ezen belül is differenciálódik. A családi háznál maradva, az alapparaméterek az adott építési övezetben mondjuk a beépíthetőség, maximális beépíthetőség, hogy mekkorát lehet, építménymagasság, milyen magasra mehetek, mekkora zöld felületet kell biztosítanom az ingatlanon, mekkora lett a burkolt felületem, és ezek a szabályok egészen aprólékosan elmehetnek akár a végletekig is egy műemléképületnél, vagy egy helyi védett épületnél, megmondva azt is, hogy akkor a cserép színe, kettős pont, és az csak az lehet. Fordulhat az is, hogy muzeális értékek lehetnek a föld alatt. Ilyenkor régészeti feltárást írnak elő. Máskor településképi véleményezés jöhet szóba, hogy a hatóság lássa, illeszkedik-e a városképbe a tervezett ingatlan. Mindez megnyújthatja a tervezési folyamatot. Magyar János szerint erre 6-9 hónapot mindenképpen érdemes szánni. Így biztosan olyan házunk lesz, amilyet szeretnénk. Az engedélyezési tervnek tartalmazni kell a teherordó szerkezetek minőségét, azoknak a kapacitását, anyagát, ugyanígy a burkolatoknak, a különféle gépészeti berendezéseknek a műszaki megfogalmazását. Meg kell oldanunk az energetikai követelményeket, tehát az engedélyezési tervnek ma már része az energetikai számítás, amellyel besoroljuk az épületet, tehát ezt ma már a rendelet kötelezően előírja, meg kell becsülnünk a bekerülési költséget, és ezt az engedélyezési tervbe rögzíteni kell. Az építési terv készülhet számítógéppel vagy kézzel, erről a rendelet nem határoz. Ha elkészült, a polgármesteri hivatal városépítészeti irodájára kell benyújtani. Január 1-től ez elektronikus formátumot jelent, az ETDR rendszerén keresztül akár otthonról is föl lehet tölteni ezeket a terveket. Megindul az eljárás, és a hatóságnak 15 napja van arra, hogy döntést hozzon. Ebben a 15 napban bizonyos dolgok nem számítanak bele, tehát ez kitolódhat, hogyha szakhatóság vesz részt az eljárásban, tűzoltó, ANTS, környezetvédő, például osztam, akkor kitolódhat, nekik 30 napjuk van az elbírálásra, és ez nem számít bele értelemszerűen ebbe a 15-be. Vagy hogyha hiánypótlást kell kiírnunk, mert mondjuk a tervdokumentáció nem teljes, pótolni kell, javítani kell, az sem számít bele. Hogyha sikerül a benyújtás pillanatában teljes körűen
mindent hiánytalanul, akár a szakhatóságikat előzetesen is beszerezve benyújtani, akkor 15 nap elteltével az építetőnek építési engedélye van. Ennek birtokában azonban még nem építkezhetünk. A munkát ténylegesen akkor kezdheti majd meg a kivitelező, ha az engedély jogerőre emelkedik. Az építési engedély megszerzése azonban nem megy mindig ilyen simán. Ha például valamilyen szabályozási paraméternek nem felel meg a tervezett épület, a kérelmet a hatóság elutasítja. És megakaszthatják a folyamatot a szomszédok is, amennyiben ügyfélként bevonják őket az engedélyeztetésbe. A jogerős építési engedély 2 évig érvényes, és további 1+1 évvel meghosszabbítható. Arra, hogy elkészüljön a beruházás, 5 évük van. És hogy mibe kerül mindez? Az építéshatósági eljárás lefolytatása illetékköteles. Ha nem kell szakhatóságot bevonni, családi ház esetében ez 25 000 forintot jelent. A tervezésért az építészek általában a becsült kivitelezési költség 1,2-1,5%-át kérik el. Azok a régi jó dolgok, hallhattuk a sokat ismételt szlogent több reklámfilmben is. És való igaz, sok régóta használt árut és technológiát kezdtünk újra használni az utóbbi időben. Elég csak a komposztálásra, a szellőztetésre vagy akár a gabion technológiára gondolni. Ez utóbbi több ezer éve használja az ember, és rövid tetszhalott állapot után ismét visszatért az építészetbe. Kerítések, támfalak, padok készülhetnek a tetszőleges anyaggal megtöltött fémhálókból. A költségek nem alacsonyak, azonban cserébe egy időtálló megoldást kap a megrendelő. Gabion technológia nem új találmány, már a rómaiak is alkalmazták hadászati építményeikhez. Neve is az olasz gabione, nagy kosár kifejezésből származik. A technológia lényege, hogy a különböző méretű, eleinte vesszőből font kosarakat a felhasználás helyén különböző anyagokkal, legtöbbször kővel töltik meg. Ezt a módszert sikerrel alkalmazta többek között Leonardo da Vinci is a milánói San Marcovár építésénél. Az évszázadok alatt a kosarak anyaga változott. A fémipar fejlődésével megjelentek az acélhúzalból font kosarak, majd napjainkra kialakult a hegesztett acélhálós kosár. Mindez már magyar szakemberek által kidolgozott kobox rendszer keretein belül valósult meg. Hegesztett acélhálós kosarakkal gyakorlatilag bármilyen formájú építmény kialakítható, akár egy családi ház környezetében, akár közterületeken. Építhető belőle támfal, súlytámfal, falburkolat, kerítés, kerti bútorok, de belső építészeti felhasználásuk is ismert, sőt, mi is építünk belső építészetet is. Díszítés céljából asztal, ülőbútorok, mindenféle kreatív dolgok készíthetők belőle. Ahhoz, hogy ezek a szerkezetek valóban időtálló esztétikus részei maradjanak környezetünknek, fontos a pontos tervezés. Egy kerítés vagy támfal esetében mindig ki kell kérni az építész véleményét, valamint elengedhetetlen a megfelelően méretezett alapozás. Mint említettük, a hálók töltőanyaga leggyakrabban kő. Ha ez a kő a kivitelezés közelében fellelhető, akkor a munkát rendkívül gazdaságossá teheti, hiszen csak az üres kosarakat kell a helyszínre szállítani. A kő mellett természetesen bármivel feltölthetőek a kosarak. Az anyagválasztásnál azonban érdemes figyelembe venni az alkalmazási területet. Ha kültérre, akkor mindenképpen fagyálló töltőanyagot kell választani, de ez lehet cserép vagy egy építkezésen megmaradó sítanyag. Kinek mi fér bele az esztétikájába, tehát kinek mi az, ami még elfogadható, hogyha látszó felületre kerül. Aztán belső térbe kerülhetnek más dolgok is, van, aki üveggel tölti meg, vagy láttunk már olyat, aki műanyaggal, tehát műanyag flakonokkal töltötte fel például a gabionját. Ezek inkább dekor és kreatív célú alkalmazások voltak.
A változatos formavilág és a töltőanyagok végtelen lehetősége, valamint a gyors és tiszta építési folyamat miatt egyre több építtető és építész választja ezt a technológiát. A már említett helyi építőanyag felhasználása pedig gazdaságossági szempontból sem elhanyagolható. Mindezen előnyök miatt döntöttek a beruházók például Veszprémben e rendszer mellett. A 8-as főutat keresztező kerékpáros aluljáró támfala készült el Gabion technológiával. Szerintem egy esztétikus, környezetéhez jól illeszkedő helyi építőanyagokat befogadó alkalmazás. Ebből kifolyólag a költség vonzata is elviselhető. És hát külön örülünk, hogy egy veszprémi vállalkozás az, aki az igényeknek megfelelő kosár szerkezeteket létrehozza, és akkor így az építőanyagot helyben bele lehet ezekbe a befogadó kosarakba tölteni. Én úgy gondolom, hogy ez egy szerencsés megoldás, és ehhez a tuboszíderes átvezetéshez is technikai színvonalát tekintve is jól illeszkedik. Egy modern hangvételű oldott felületet ad, és idővel az a növényzet, ami a kövek közti por meg föld ráhordásokba bele tud kapaszkodni, ez még élővé is tudja tenni. Én bízom benne, hogy ez egy ilyen kellemes, szerethető, jó megoldás is, és ahol ezt jól lehet alkalmazni, azokon a helyszíneken tovább terjed. Az otthon egyszerű eszközökkel, különösebb szakértelem nélkül is összerakható kisebb kerítésektől, padoktól kezdve egészen a hozzáértő tervezést és profi szakembereket, kivitelezőket igénylő támfalakig számtalan kreatív ötlet megvalósítható a Gabionból. Kedves nézőink, ennyi fért építkezési magazinunk mai számába. Továbbra is várjuk Önöket weboldalunkra, ahol legújabb filmjeink mellett rengeteg egyéb információt találhatnak. Facebook oldalunk új helyre költözött, kérjük kedveljék új oldalunkat, legyenek ott is velünk. Legközelebb egy hónap múlva várom Önöket ide, a TV képernyők elé, viszontlátásra! Műsorunk elkészítését támogatták Lasselsberger Knauf. Építő megoldások. Sídelkéményrendszerek, az elérhető energiahatékonyság. Poroterm T és Poroterm K téglák a Wienerbergertől. Baumit Life. Új színvilág a színesebb életért.